Gyimóti Gábor nyelvlecke török tünde hangján. Egyik olasz óra során ím a kérdés felmerült, hogy milyen nyelv ez a magyar? Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok-sok rag van, s hogy némelyik mit takar. És a szókincsben mi rejlik, a rengeteg árnyalat. Példaként vegyük csak itt. Ember, állat, hogy halad. Elmondtam, hogy mikor járunk, mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, s milyen csak, ha lépkedek. Miért nem mondom, hogy botorkál, gyalogol vagy kódorog, s a sétáló szerelmes pár miért éppen andalog? A vaddisznó, hogyha rohan, nem üket, de csörtet, és bár alakra majdnem olyan, miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is, hát, aki fut, miért nem lohol? Miért nem vág, ki mezőn átvág, de tán vágtat valahol, aki tipeg, miért nem libeg? S ez épp úgy nem lebegés, mint hogy nem csak sánta biceg, s hebegés nem rebegés. Mit tesz a ló, ha poroszkál, vagy pedig, ha vágtázik, és a kuvasz, ha somfordál, avagy akár bóklászik? Lábát szedi, aki kitér, a riadt őz elszökel, nem ront be az, aki betér. Más nyelven hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, botladozó, mint halad, avagy milyen őgyelegni. Egy szó, egy kép, egy zamat. A kis latyog, miért nem lófrál? Száguldó, hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló, miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog? Aki koslat, avagy kaptat, avagy császkál és totyog. Nem csak árnyék, aki suhan, s nem csak a jármű robog, nem csak az áradat rohan, s nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, ki beslisszol, elinal, nem battyog az, ki bitangol, ha mégis, a mese csal. Hogy a kutya lopakodik, sompolyog, majd meglapul, s ha rá förmenc, elkotródik, hogy mondjam ezt olaszul? Másik erre settenkedik, sündörög, majd elterül, ráripakodsz, elódolok, hogy mondjam ezt németül. Egy csavargó itt kóborol, lézeng, ődünk, csavarog, lődörög, majd elvándorol, s többé már nem zavarog, ám egy másik itt tekereg, elárulja kósza nesz. Itt kóvályog, itt témfereg. Franciául hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, mikor tódul, vagy vonul, vagy hömpölyök, s mégsem ömlik? Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, s tán csak magyarul lehet.